A film létrejöttét támogatta a Varivál Gépgyártó Fejlesztő és Kereskedő Kft. Években járunk, a szocializmus van, és egyszer csak jött egy hír, hogy egy nagyon magas angol szovjet elvtárs fog minket meglátogatni, és le kell neki mutatni, hogy itt mi történik. Talán Lebegy elvtársnak hívták, nem tudom pontosan még most se, hogy ki volt, de valami magas angol valaki. És berendeztünk neki egy szobában egy kis bemutatót a játékainkból, mindenfajta játékgép volt, és mielőtt jött volna a Lebegy elvtárs, előtte a magyar biztonsági szolgálat körbejárta az épületet, hogy minden rendben lesz majd, amikor jön a magas rangú elvtárs. És akkor belépett a játékokat bemutató szobába, akkor rögtön megakadt a szeme egy Nintendo 16-os gépen, amihez tartozott egy pisztoly, ugye ott pont egy ilyen lövöldözős játék volt, és elmagyarázta nekünk, hogy azt nagyon gyorsan tegyük el azt a pisztolyt, mert ugye az orosz biztonságiak azok nem igazán gondolkoznak ilyenkor, hanem elmesélte, hogy konkrétan amikor a Szovjetunióba bevezették a trafipax, kézi trafipaxokat, akkor az első ilyen rendőrt azt lelőtték, mert egy konvoj azt látta, hogy egy bokorból lelóvik valaki valamivel a kezébe, és fékezés nélkül lőtték le szerencsétlent. Úgyhogy ettől kicsit komolyan vettük ezt a dolgot, hogy nagyon gyorsan elpakoltunk minden fegyvernek látszó tárgyat a szobából. Játssz a vakondok.gamestar.hu oldalon, és kerülj fel a film végi highscore listára. A film létrejöttét támogatta Ungvári Ferenc, Kiskörös. Médiapartnerünk a GameStar.